Nyomja rá erősen a csupasz mellkasra, ahogy az ábra mutatja. Hangos utasításokkal segíti a laikusokat is ez a defibrillátor abban, hogy szakszerűen megkezdhessék az életmentést. Évente mintegy 70 ezeren halnak meg hirtelen szívmegállásban Magyarországon. A harmaduk nem a kórházban, hanem otthon vagy nyilvános helyeken. Az életmentésben nagy segítséget nyújthatnak a különböző intézményeknél vagy vállalatoknál nyilvánosan elhelyezett defibrillátorok. Nyíregyházán a Református Egyház most 4 ilyen készüléket vásárolt. Nagyon nagy jelentőségűek az ilyen típusú készülékek, hiszen az első 10 perc nagyon fontos a sürgősségi ellátás szempontjából, hogyha bekövetkezik egy hirtelen szívhalál, akkor a szakma azt mondja, hogy minden perc körülbelül 10%-kal csökkenti a túlélésnek az esélyét az ellátás megkezdésének a tekintetében. Tehát tudjuk azt, hogy a mentőszolgálat kiérkezéséhez szükség van valamennyi időre, és hogyha ilyen eszközök kellő számban állnak a rendelkezésre, akkor a mentők kiérkezése előtt el lehet kezdeni a sürgősségi ellátást. Ez nagyban tudja fokozni a túlélésnek az esélyét. Tábla jelzi Nyíregyházán a Kálvin téren, hogy a Református Egyházközség hivatalában defibrillátor található. Csak vasárnaponként közel 600-an fordulnak meg a mellette álló templomban, hétköznaponként pedig a környéken több ezren. Vészhelyzetben ezért fontos, hogy itt elérhető egy ilyen készülék. Ezzel a Református Egyház társadalmi szerepvállalását is növelni szeretné. Nyilvánvalóan az életmentő beavatkozás az, ami ezeknek az eszközöknek a segítségével megtörténik, és úgy gondolom, hogy az egyház nem csak a lelki üzenetet kell, hogy képviselje, hanem a fizikai jelenlétével is segíthet. Rengeteg karitatív tevékenysége van nem csak a Református Egyháznak, hanem a többi felekezetnek is, és ebben a most megvalósuló pályázati keretben úgy gondoltuk, hogy nagy szerepe van a defibrillátor közzétételének, hiszen egyházközségünkben nagyon sok ember fordul meg, nem csak a állandó szervezett időpontokra kiért alkalmakon, hanem a hétköznapokban is, ügyintézések, érdeklődések kapcsán, és úgy gondoljuk, hogy a gyülekezetnek a város központban való elhelyezkedése miatt nagy szolgálata lehet ebben a tekintetben is. A Kálvin téri hivatal mellett 3 református idősellátó intézményben helyezték el a többi defibrillátort. A mostani 4 életmentő készülékkel 50-re emelkedett a Nyíregyházán nyilvánosan elhelyezett defibrillátorok száma.